Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm minden kedves jelenlévő, itt lévő vendégünket, és köszöntöm azokat, akik a Duna Televízió adását követik, és így csatlakoznak most hozzánk, és ugyanilyen szeretettel köszöntöm azokat is, akik a YouTube csatornánkon keresztül vannak most velünk. Isten szól! Istennek van üzenete! Isten akar a szívünkre beszélni, és van mondandója. Egyszer arra ébredtem, sok évvel ezelőtt, fölriadtam álmomban, és az volt a gondolatomban, hogy János 15:3. Egy idézet a Bibliából. És nem tudtam, hogy ott mi van, csak ez a hely, ez a bibliai hely volt a fejemben, a szívemben, és nem otthon voltam, nem akartam fölzargatni azokat, akikkel együtt utaztunk, hogy éjszaka közepén fölkelek, és Bibliámat föllapozva zajt keltek éjszaka, megvártam a reggelt, és nem tudtam, hogy mi van ezen a helyen, de reggel, mikor kinyitottam a Bibliámat, és megnéztem, az van ott, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. És ez akkor szíven ütött, és üzenet volt. És eszembe juttatott egy körülbelül egy évvel azelőttről a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét, és szeretnénk most ebből két rövid verset felolvasni, a 8. és a 9. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. És lehetne ezt folytatni, de ez üzenet volt már egy évvel azelőtt hozzám és hozzánk a feleségemmel, hogy milyen életet akarunk élni. Test szerint akarunk-e élni, vagy lélek, szellem szerint? Szellemi emberekként, és eltelt egy év, és Isten szólt, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. És annyira jó volt ezt meghallani az Istentől, hogy tiszták vagyunk, hogy valami bevégződött, hogy ő szólt, és aztán úgy lett. Változtunk, alakultunk, formálódtunk, és Isten mondott rólunk valamit, és jó volt ezt megtapasztalni, ezt megtudni, és így menni tovább. És az üzenet ma is mindannyiunkhoz, hogy legyünk szellemi emberek, legyünk olyanok, akik az Istenhez kötődnek, mert nagyon sok minden körülöttünk arról beszél, hogy a test számít, az anyagi dolgok számítanak, az, amit el tudsz érni, az, amit meg tudsz kapni, az, ami belefér egy életbe, és sokszor nem is gondolunk a halálra is, hogy egyszer vége lesz, csak a pillanatra, hogy most mit tudunk megkapni, most mit tudunk megragadni, és ezeket látjuk értéknek. És van valamilyen értékük, de mennyivel nagyobb érték az, amit szellemben, szívben az Istennel lehet megtapasztalni, átélni, elérni. És van egy másik idézet is a Bibliában, szintén János evangéliumából, a 8. fejezetből, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Hát Isten szólni akar. Isten azt akarja, hogy rájöjjünk az igazságra, a mi életünkkel kapcsolatban is. Neked, nekem, nekünk személyesen van Istennek üzenete, amit nekünk akar elmondani. És ez életet változtató, ez felszabadító. Az, hogy ő szól, az nem csak egy általános dolog, hanem személyesen akar szólni hozzám és hozzád, mert van terve, mert van célja, mert van, amit el akar érni az életünkkel, és az élet nem csak annyi, amit látunk belőle, nem csak annyi, amit érzünk a testünkön keresztül, vagy amit meg tudunk fogni, vagy tapasztalni, hanem az ő létező valósága, és mindaz, amit ezen keresztül akar nekünk adni, amivel meg akar ajándékozni, és amivel azt szeretné, hogy az életünk kiteljesedjen és kibontakozzon. Én ezzel bátorítok most mindenkit ezen a reggelen, és most van lehetőségünk egy kicsit gondolkodni, egy kicsit imádkozni a szívünkben, de fogom én ezt most hangosan is tenni, és azt kérem, hogy álljunk föl. És Istenem, én megköszönöm neked azt, hogy a te valóságod az megtapasztalható, hogy te megismerhető vagy, hogy te annyira szeretsz bennünket, amennyire azt el sem tudjuk képzelni. És dicsérlek és magasztallak azért, hogy ez a szeretet mindennél nagyobb, és olyan mélységekbe is lenyúlsz hozzánk, amit nem is értünk meg. Hogyha olyan messzire is kerültünk tőled, hogy azt gondoljuk, hogy nincsen visszaút, nem igaz, mert arról beszélsz, hogy az elveszettet, a 100-ból azt az egyet, aki elveszett, azt is meg akarod találni, meg akarod menteni.
És hogy hihetetlen nagy öröm van a mennyben ilyenkor, amikor az az egy megmenekül. És én ezért most dicsérlek és magasztallak, mert utánunk nyúlsz, mert szólni akarsz a szívünkhöz, mert van üzeneted, mert meg akarsz találni, és ki akarod teljesíteni az életünket, áldást akarsz adni. Mert nem csak arra hívtál el, hogy itt a földön, ebben a testben zárva legyünk valakik, és tegyünk valamit, hanem arra hívtál el, hogy örökké veled legyünk. És én ezért dicsérlek és magasztallak. Ez a szeretet, ez mindennél nagyobb, és köszönöm azt, hogy ezzel szeretsz bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Maradjunk állva, és dicsérjük Istent. Most van két ének, amiben fognak a fiatalok vezetni. Dicsérjük és magasztaljuk Istent ezekkel.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm azokat is, akik a televízión keresztül vannak itt most velünk Pécelen. Ahogy Norbi is elmondta az alkalom elején, az örömhír az, hogy Isten szól hozzánk. És akár itt ülünk most, akár az otthonainkban, az Isten mindössze egy karnyújtásnyira van tőlünk. És teszi ezt nagyon-nagyon-nagyon gyakran az igéjén keresztül, hogy megszólít minket. Úgyhogy most, amit tenni fogunk, hogy a Bibliánkhoz nyúlunk, és a János evangéliumából fogunk olvasni, és már lassan egy éve egy sorozatban vagyunk, fejezetről fejezetre nézzük Jánosnak az evangéliumát, és ma jutottunk el a 15. fejezethez, egy csodálatos fejezethez, az a cím ennek a fejezetnek, hogy az igazi szőlőtől. Ennek a fejezetnek az első 8 versét fogjuk ma felolvasni. Álljunk fel, és így hallgassuk az Istennek az igéjét. Tehát János evangéliumának a 15. fejezet első 8 versét fogom olvasni. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, mely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, melyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Imádkozzunk. Isten, magasztalunk téged a te igédért azért, hogy élő és ható. Köszönöm, hogy nem veszett erejéből, és ma is olyan aktuális, mint amikor ezt először elmondtad. Arra kérlek, Isten, hogy a te drága lelkeden, szellemeden keresztül szól is meg ma mindjájunkat, és legyen egy olyan üzenet számunkra, ami nem csupán az elménkig megy el, nem csupán értelmünket növeli, hanem szeretnénk a szívünkbe zárni a te beszédedet. Erre kérlek, hogy szólj ma hozzánk, nem akarok akadályod lenni, szeretném, hogy a te tudnál ma szólni mindenkihez. Jézus nevében kértem. Amen. Foglaljunk helyet. Szólj hozzám, ezzel a címmel fog most az énekkar énekelni, hangoljuk ezzel az énekkel is a szívünket az Isten igének hallgatására.
azt kértük az Úrtól, hogy szólj hozzám, és az örömhír az, hogy nem rajta múlik, ő akar szólni hozzád. Ugye úgy vagy ma itt, ha úgy hallgatod az Isten igéjét, hogy van egy vágy a szívedben, hogy meghalld, amit az Isten mond neked, akkor az örömhír az, hogy az Isten szól. Arra bátorítlak, hogy nyisd meg a szívedet. Az igazi szőlőtő, az igazi tanítványság. Ez az a téma, amivel ma délelőtt foglalkozni fogunk. Hadd tegyek fel először mégis egy kérdést, mielőtt erre rátérnék. Volt már-e az életedben olyan pillanat, amikor egy szeretettől kellett búcsút venned, aki életének az utolsó perceiben volt itt ezen a földön? És lehet, hogy ott ültél mellette a kórházi ágynál, fogta a kezedet, és azt mondta neked, hogy érzem, hogy el fogok menni, de gyere közelem még, valamit hadd mondjak neked. Ha volt már ilyen átélésed, akkor biztos vagyok benne, hogy egy életre, a szívedbe vésődött az, amit ez a szeretted mondott neked az utolsó pár percben. Miért mondom ezt? Az, amit itt olvasunk, a János 15, a 14-től kezdve már egy hosszú sorozatban, Jézusnak az utolsó percei, amit a tanítványokkal tölt ezen a földön. Tudja azt, hogy az ő útja ezentúl nem majd a diadal, és nem majd a győzelem lesz, hanem a Getsemáné kert és a kereszt. És nagyon-nagyon vágyott arra, hogy még utoljára a tanítványokkal együtt legyen. És ebbe pillantunk egy kicsit bele, hogy a Jézus azt mondja nekik, hogy gyertek kicsit közelebb hozzám. Hadd mondjam még el nektek néhány nagyon fontos dolgot. És láttuk az előző alkalmaknál, ahogy a Jézus látja őket, amint még azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb az Isten országában. És mit tesz ő? Lehajol és elkezdi megmosni a lábaikat. Látja őket, és látja azt, hogy én nem sokára elmegyek, és ezek a tanítványok még mindig azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Mennyire keveset értettek meg az elmúlt 3 évnek minden üzenetéből. És Jézus próbál nekik egy példát adni, próbál a szívükre beszélni, és ahogyan újra és újra mondja nekik, hogy az ő útja nem az lesz, amiről ők álmodoznak, nem a rómaiakat fogja kiverni hatalmas angyali seregekkel, tanítványok elkezdenek nyugtalankodni. És Jézus beszél nekik, hogy ne nyugtalankodjon a te szívetek, csak bízzatok bennem és bízzatok Istenben. És így jutunk el a 14. fejezetnek a legvégéhez, mikor Jézus azt mondja a vacsora után, hogy na keljetek fel, menjünk el innen, és valószínűleg útközben, ahogyan mentek, olyan szőlő ültetvényeken haladtak át, ahol egymás után mentek, és Jézus rájuk nézett. Én úgy tudom elképzelni, hogy a kezébe vette egy gyönyörű szőlőfürtöt, és azt mondta, hogy valamit szeretnék ezen keresztül nektek ma mondani. Azzal kezdi az első 2 szó, amit Jézus kimond ebben a történetben, az, hogy én vagyok. Én vagyok. Sokszor láttuk már, és olvastuk ezt az egyszerű kifejezést, hogy én vagyok. Mondta Jézus azt, hogy én vagyok az út. Miért fontos ez? Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok egy nagyon tehetséges turisztikai vállalatnak az egyik vezetője, és tudom az utat, el tudlak téged vinni, hogy erre kell menni. Jézus nem azt mondta, hogy ő ismeri az utat. Ő azt mondta, hogy én vagyok az út. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet és a feltámadás. Nem azt mondta, mint sok ember mondott már a Földön, hogy én tudok dolgokat az életről, vagy vannak sejtéseim a feltámadásról. Jézus azt mondta ezen a Földön, én vagyok a feltámadás. Aztán azt olvastuk, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a juhok ajtója. Én vagyok az ajtó. Nem azt mondta, hogy egy a sok közül, hanem azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. Hogyha ezeket mondta Jézus, akkor ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Megértsük azt, hogy Jézus nem arról beszél, hogy ő csupán egy nagy gondolkodó, egy csodálatos, megáldott tanító, mester, filozófus, aki itt járt a Földön, és nagyon-nagyon jó meglátásai voltak. Nem. Jézus zavarba ejtő dolgokat mond magáról. Azt mondta magáról, hogy én vagyok az élet kenyere, és hogyha nem eszel engem, nem lesz életed. Hogyha valaki ilyet mond ma, és nincs igaza, akkor azt mondjuk erre az emberre, hogy ez elment az esze. Hát ez egy bolond. Hogy mondhat ilyet? És ennél a történetnél azt olvassuk, hogy Jézus újra egy nagyon fontos én vagyok mondást tanít meg a tanítványoknak, ami így szól, én vagyok az igazi szőlőtő.
Csak hadd mutassam meg, hogy el tudjuk képzelni, hogy valami ilyesmi területen lehet, hogy mentek át egy szőlőültetvényen, és Jézus lehajolt, és felvette egy leszakadt szőlővesszőt talán, és elkezdett nekik beszélni valami nagyon fontosról. Mi ennek a kulcsa? Mi a kulcsa ennek a történetnek? A történet kulcsa az, hogy 11-szer szerepel ennek a fejezetnek az elején az a szó, hogy megmaradni. 11-szer. Mondhatnánk, hogy Jézus nagyon súlyos szóismétlési hibát vétett, de ő nagyon szándékosan tette ezt. A tanítványokkal még utoljára néhány perce van hátra. Ő látta azt, hogy mi vár rájuk. Ő látta azt, hogy Péter meg fog engem tagadni. Azt is le fogja tagadni, hogy valaha ismert engem. Látta azt, hogy Júdás el fog árulni. Látta azt is, hogy lesznek majd nagy sikerek is, és lesznek majd, amikor egy nap alatt ezrek térnek meg, és meg a gyülekezetek jönnek létre Jeruzsálembe. És hogy Jézus rájuk nézett ezekre a tanítványokra, azt gondolta, hogy valami nagyon fontosat meg kell érteniük. Hogyha ezt nem értik meg, akkor nagyon nagy baj lesz. És a kulcs, amiről Jézus beszél ebben a történetben, maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Kicsit olyan, mint amikor egy szivacsot belerakok egy nagy tál vízbe. A szivacs van a vízbe, vagy a víz van a szivacsban? Mindkettő, ugye? Azt mondja Jézus, hogy maradjatok meg én bennem, és én maradjak meg bennetek. Mert egy nagyon fontos dolgot leszögez, amit sajnos nagyon sokszor el tudunk mi felejteni. És nagyon sokszor elfelejtett a kereszténység a sok-sok év alatt. Hogy nélkülem mit tudtok tenni? Semmit. Abszolút semmit. Vagy legalábbis amit teszünk, azt semmit nem fog érni. Tegnap a kislányom 1 éves oda totyogott a laptophoz, és tudatta velem, hogy ő egy bizonyos éneket meg szeretne hallgatni. De én szívesen elindítottam volna neki, de ő már elkezdte azt, hogy én. És hogy oda ment, néztem azt, ahogyan próbálja bekapcsolni a laptopot. Azon gondolkodtam, hogyha valami csoda folytán sikerül bekapcsolnia, nem fogja tudni beírni a jelszót. Nem fogja tudni megtalálni azt a weboldalt. Nem fogja tudni beképelni annak az éneknek a címét. Képtelen lesz erre. És hogy oda mentem hozzá, megfogtam, és azt mondtam, hogy nélkülem ez nem fog menni. Képtelen leszel erre. Nem jól fogadta, hogy elvettem onnan. Ő akarja megoldani, ő akar, ő és ő. És úgy magamra ismertem ebben. Jézus azt mondja, hogy nélkülem semmit nem tudtok tenni. És mégis milyen sokszor magamról beszélek, próbálom én megoldani a dolgokat. Próbálok jobban próbálkozni, erősebben, fog ez menni. Gyorsabban kell ütni a billentyűket, erősebben kell, majd akkor jó lesz. És az Isten újra és újra megszólít, és azt mondja, hogy nélkülem ez nem fog menni. Nélkülem semmire nem vagy képes. És mit csinál az ember akkor, amikor ezt nem értjük? Elképzelem azt, hogy Jézus lehajolt a földre, és felvette egy olyan vesziót, ami letört az ágról, ami nincs már rajta a szőlőtőn. És lehet, hogy még egy friss törés volt, lehet, hogy nagyon-nagyon szépen nézett ki ez a szőlővessző. Lehet, hogyha oda tartottam volna, senki meg nem mondta volna, hogy ez nem egy igazi. De mi nem volt már ebben a szőlővesszőben? Élet. Ebben már nem volt élet. Egyetlen ok miatt, mert leszakadt arról a tőről, ami az életet adja neki. Mi emberek a mesterei vagyunk a díszleteknek, az állarcoknak. Mondhatnám szebb szóval a képmutatásnak. Amikor oda rakok valamit, hogy úgy tűnjön, mintha. Elkészítek egy képet magamról, hogy úgy tűnjön, mintha. Kölcsönkértem a kislányomtól egy fánkot, vagy egy muffin, nem tudom, a szakértők majd megmondják, melyik ez. Nagyon jó ez a dolog, ugyanis megfogom, és nem lesz tőle a kezem olajos. Zsebre rakhatom, és kivehetem. Nem kell melegíteni. Nagyon-nagyon-nagyon sok előnye van ennek a dolognak. Egyetlen hátránya van, hogy nem lehet megenni. Ha éhen halnék se, tudnék ebből jól lakni. Azért, mert ez nem igazi. Ez egy elég silány másolat, de hozhatnék olyan másolatot, amire azt mondja az ember, hogy ez szebb, mint az igazi. És akkor beleharapok, jövök rá, hogy ez nem. Itt valami hiányzik. Itt valami nagyon-nagyon hiányzik. És most képzeljünk el magunk előtte egy olyan dzsungelt, egy erdőt, ami tele van műfákkal, műbokrokkal, műállatkákkal, műfolyóval, és belépek oda ebbe a hatalmas erdőbe,
És én nagyot akarnék szippantani a friss levegőből, és mit fogok érezni, mint hogy egy gyár belsejében lennék? Hogy itt minden műanyag, itt semmi nem az, aminek látszik. Ez nem igaz. Itt valami hiányzik. Hadd mutassak egy fotót arról, ami viszont az igazi. Már érezzük a tüdőnkben, csupán még csak a fotót látjuk, hogy milyen jó az, amikor az ember ott van. És az igazi növények, az igazi fák, az igazi víz, az igazi állatok, ahogy megszűrik a levegőt, ahogyan teszik azt, hogy a napfényt, a vizet, és mindez igénylik, és ami csodálatos dolog lesz belőle. És Jézus arról beszél, hogy van igazi, és lehet nem igazi valami. Én gyülekezetben nőttem fel gyerekkoromtól kezdve, mindig ott voltam, mindent tudtam az Istenről. Mondtad, hogy az anya tejjel együtt szívtam ezeket magamba. És már hamar, 10 évesen mesterre lettem annak, hogy hogyan kell imádkozni. Gyönyörűen imádkoztam, úgyhogy nem is gondoltam abba bele, hogy van-e Isten, vagy nincs. Olvastam az igét, ismertem a történeteket, tanítottam másokat erre, de belül itt valami nem történt meg. Lehet, hogy a külső szép mutatott, de nem volt benne élet. És amikor az Isten belépett az életembe, akkor megértettem, hogy erről beszéltek eddig, hogy ez az, amikor az Isten megjelenik, amikor ő valamit tesz. És Jézus arra hívva téged, hogy maradj meg benne, rajta, kapcsolódj hozzá. Lehet bármilyen jó egy másolat, lehet bármilyen szép, bármekkora egy szőlőfürt a földön. Ha nincs rajta a tőn, nincs benne élet. És Jézus azt mondja ezeknek a tanítványoknak itt, hogy az egyik kulcs, amit meg kell ma értenetek, hogy benne kell maradjatok a velem való kapcsolatban. Az egyik lelki pásztortól olvastam ezt a mondatot, Bruce Wilkinson írta, szakértője lettem az Isten szolgálatának, de valahogy kezdő maradtam abban, hogy a barátja legyek neki. Sok évtizedes szolgálat után mondja, professzionálisan végeztem a dolgaimat, csak épp nem maradtam benne. És szeretném, hogy a ma tudnád, hogy az Isten szeretne veled kapcsolatba kerülni. A kereszténység, ez nem egy vallás, az nem valami törvényeknek a felsorolása, nem valami liturgia, nem az épület, a szíve, az új szövetségnek a kapcsolat az élő Istennel. Ez az örök élet, azt mondja Jézus, az az örök élet, hogy megismeritek az atyát, és akit elküldött a fiát, Jézus Krisztust, hogyan átéled azt, hogy elveszi a bűneidet, és egy új életet ad neked, hogy a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Nem feljavítja, nem kipofozza az életedet, hanem egy újat kapsz tőle. És én rájöttem, amikor ezt átéltem, hogy na ez a különbség. Aközött, amikor én szépen pofozgatom az életemet, hogy valahogy mutassam már azért, legalább a szebb oldalát mutassam az embereknek, és mi az, amikor az Isten belép az életembe, és azt mondja, hogy újonnan kell születned. És én azért vagyok itt, azt mondja Jézus, nem azért, hogy elítéljelek most, hanem azért, hogy megkeressem és megmentsem azt, aki elveszett. És van még itt egy nagyon érdekes dolog ebben a történetben. Arról beszél Jézus, hogy ezek a szőlőfürtök valamit tenni fognak, hogyha rajta maradnak. Mit fognak tenni? Gyümölcsöt fognak hozni. Beszél arról, hogy van, amiknek nincs gyümölcse, van, amiknek van, van, amik többet, és van, amik igazán sok gyümölcsöt fog hozni az atyának a dicsőségére. Ennek van következménye, hogy az Istenben vagy, akkor ez meg fog látszani az életeden. És nem egy erőlködésen, hogy még erősebben kell, és még erősebben, hanem az a szőlő vesző, az a fürt, ami rajta van, egy kapcsolatban van, az természetes módon elkezdi a gyümölcsöket hozni. Belülről kifele. Isten a lelkét adta nekünk. Ezt néztünk meg múlt héten, hogy árvákból pártfogoltakká lettünk. És belülről kifele elvégzi az ő munkáját bennünk. Szeretném, hogy tudnám a tükörben nézni Isten igényénél, hogy állok én ezzel? Van gyümölcs az életemen? Akkor nem az a megoldás, hogy még erősebben próbálkozz valahogy oda varázsolni, hanem nézd meg azt, hogy milyen a kapcsolatod azzal, aki a szív, aki a lüktető, aki az élet. Mert hogyha vele kapcsolatban vagy, akkor ez meg fog látszani abban, hogy az életed változik, és változik az ő dicsőségére, hogyan egyre jobban és jobban megismered őt. És egy utolsó dolog, ennek a történetnek a vége fele, beszél egy olyan dologról is, ami nekünk annyira nem tetszik. Legalábbis az a metszóló nem annyira tetszik nekünk, akkor, hogy a szőlőveszők vagyunk. Van erre szükség?
hogy az Isten belépjen, és megmetsze minket. Kell ez nekünk? Hát ez fáj, nem? Hogyha már volt ilyen az életünkben, hogyha átéltük már azt, hogy az Isten metszi az életünket, akkor tudjuk, hogy ez tud ám fájni. Akár egy körülményen keresztül. Akár úgy, hogy az Isten megállít minket, mert egész életünkben csak rohannánk, és egyre jobban és jobban rohanunk. Soha nem volt még annyira elfoglalt az ember, mint a mai ember. És soha nem voltunk annyira stresszesek, és annyira összevisszák. És az Isten van, hogy megállít minket. És azt mondja, hogy én szeretném ezt kicsit megmetszeni. Azért, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Egy férfi elmesélte, hogy nagy városból, New Yorkból költözött ki, egy kis vidéki településre, tanyára. Nagyon várták már a feleségével azt, hogy akkor végre ebből a nagy nyüzsgésből kikerüljünk vidékre. És ahogyan beköltöztek, észrevette, hogy a házuknál a kerítésen gyönyörű szőlő van végigfuttatva. És nagyon megörült neki. Hát gondolta, hogy közös ez a szőlő ugye a szomszéddal, de hát azt mondja, az én oldalamról azért csak én fogom majd leszedni. És hogy kiment reggel megnézni, azt látta, hogy a szomszédban egy idős bácsika a metszólóval a kezében olyan gyorsan vagdal mindent, hogy alig marad valami belőle. Oda rohant, gyorsan, kétségbe esettem, mondta ennek a bácsinak, férfinak, hogy ugyan már jó ember, maga meg mit képzel? Hát tönkre teszi az én gyönyörű szőlőmet, hát mit fogok? Én már elterveztem, hogy ezt majd szüreteljük, stb. És hadd olvasom fel a bácsinak a válaszát, nagyon-nagyon érdekes volt. Először is megkérdezte, hogy ugye városi fiú vagy. Majd azt mondta neki, vagy egy csomó gyönyörű levelet termelünk, ami betölti ezt az egész kerítést, vagy a legnagyobb, legzamatosabb, legédesebb szőlőfürtöket. De mindkettőt nem tehetjük meg. Ez a bácsi ismerte a szőlőt. Ott élt, ismerte a vidéket. Tudta, hogy mire van szüksége. Ez a városi fiú nem tudta, hogy mi miért van. Ekkor kezdte megérteni. És néha így vagyunk mi az Istennel, hogy megörülünk, hogy végre jönnek a leveleim, végre valahogy kinézek, végre kicsit úgy jobb időszak van, és na neszem már megint valami nehézség jön. És megint küszködök ezzel, megint ez történik, amaz történik, miért? És tesszük fel a kérdést. Nem lehetne egy kicsit hagyni, hogy az a kerítés legalább szép zöld legyen? Mondjuk mi az Istennek. És az Isten azt mondja, hogy nem lehet mindent megkapni. Én szeretném, hogy a gyümölcsöket hoznál. És ahhoz néha meg kell metszeni a szőlőt. És szeretnélek ma bátorítani, hogy ha úgy érzed, hogy most benne vagy egy próbában, egy nehézségben, egy nyomorúságban, és nem látod, hogy miért, nem érted a dolgokat. És kiáltasz az Istenhez, és lehet, hogy azt érzed, hogy egyszerűen nem válaszol, vagy nem is érzed, hogy egyáltalán meghallana téged. Hadd mondjam el neked, hogy a szőlős gazda tudja, hogy mit csinál. A szőlő az övé. A szőlőről ő gondot visel. És az a célja, hogy ez a szőlőből a maximumot kihozza. Rick Warren mondta, hogy ami nagy bajunk néha az, hogy az Istent jobban érdekli a jellemünk, mint a kényelmünk. Szeretnénk, hogy a néha ez fordítva lenne, nem? Egy kényelmes élet, minél könnyebben jussak el a halálomig. De az Isten sokkal többet lát benned. Neki nem az a célja, hogy megszületsz, és egyszer majd meghalsz, és a kettő között semmi ne történjen, hanem ő egy örök életbe gondolkodik. Ő a túlvilágba gondolkodik, amire felkészít téged már ezen a földön, ahogyan megismered őt, és formált téged. Ezért tudja Jakab azt mondani, hogy teljes örömnek tartsátok még azt is, amikor különféle kísértésbe, próbákba estek. Tudván az, hogy az Isten valamin munkálkodik, valamin dolgozik, ami a javadra lesz. A gyakorló apaként most ezt nagyon élvezem látni azt, hogy a gyermekeim nem mindig tudják azt, hogy mi van az ő javukra. Ők tudják azt, hogy mit szeretnének, hogy mit kívánnának akár reggelire, ebédre, vacsorára, és hogy szeretnének egy napot eltölteni, milyen mese mennyiséggel. Nekem van egy tervem velük. Én tudom, hogy nem az az élet céljuk, hogy egész nap mesét nézzenek és édességet egyenek. És amikor ezt nem értik meg, akkor azt szoktam mondani, hogy drágám, csak bízz abban, hogy apa tudja. Apa tudja, hogy most elég volt ennyi mese. Most valami más fogunk csinálni. Lehet, hogy most nincs hozzá kedved, de gyere, csak menjünk ki az udvarra. És ilyen a mi Istenünk. Lehet, hogy azt mondja, hogy drága gyermekem, ami most történik az életedben, lehet, hogy nem érted, de bízz abban, hogy én vagyok az édesatyád. Jézus miatt elfogadlak, és a gyermekem lettél. Nem vagy árva. Nem vagy elfeledett. Lehet, hogy úgy érzed,
Lehet azt mondod, hogy apám és anyám is elhagyott engem. A Biblia válasza az, hogy az Úr még akkor is ott van veled. Ő lát téged, szeret téged, törődik veled. És azért jött el, hogy látjuk ezt a festményt is, hogy az életét feláldozza értünk. És azzal hadd fejezzem be, Jézus azt mondta a tanítványoknak nem is olyan régen, hogy én vagyok a jó pásztor. És amikor a jó pásztorról beszél, arról beszél, hogy vannak béresek, akik felvállalnak egy munkát, de azt mondja Jézus, hogy a béressel az a gond, hogy amikor jön a veszély, amikor jön egy farkas, amikor jön egy medve, akkor a béres ott hagyja a nyájat és el fog futni. De Jézus ránéz a tanítványokra és azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a jókért. És amikor megjelenik egy farkas, akkor tudom, hogy ezért az óráért vagyok itt. És ez fog nem sokára megtörténni. Néhány perc, néhány óra, és Jézus a Getsemánéban azt imádkozza, hogy atyám, nem lehetne elvenni tőlem ezt a poharat? De képes ezt kimondani azt, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Képes volt ezt kimondani azért, mert rád és rám gondolt, és azokra, akik hinni fognak benne. És nem az az egy-két szög tartotta Jézust a kereszten, hanem az a szeretet, hogy azt mondta, hogy legyen meg az atya akarata. Abban, hogy akiket rám bíztál, azokért most elvégzem azt a munkát, amit rám bíztál. Hogy ki tudja mondani a kereszten azt, hogy elvégeztetett. Hogy a bűn, a szégyen, amit az emberiség összegyűjtött, egy óriási számlát, Jézus azt magára vette. Ez a kegyelem. Ez a kereszt. És ilyen az Isten. Azt mondja magáról, én vagyok az igazi szőlőtő. Szeretném, hogyha tudnám ma elcsendesedni és megnézni először is azt, hogy rajta vagy. Ismered őt, kapcsolatban vagy vele. A többi nem számít. Nem azt kérdeztem, hogy jársz egy gyülekezetbe, templomba, hogy ki volt az édesapád, hogy volt-e lelki pásztor. Ezek a következmények tudnak lenni. De ahol a szív van, ami a lényeg, az az, hogy ismered-e őt, átélted-e az örök élet, megváltást, a bűnbocsánatot, az újjászületést. És hogyha ez megvan, akkor ennek van a következménye, és észre fogod venni azt, hogy a gyümölcsök kezdenek megjelenni az életeden. Én azt kívánom, hogy legyen ez valóság is, akkor is, hogyha most egy ilyen folyamatban vagy, hogy a metszőlót érzed újra és újra lecsapni az életedbe, akkor legyen benned az a bizalom, hogy az, aki a kezébe tartja azt az ollót, miattam teszi. Nem ellenem, hanem azért, mert van egy jó terv, ami jobb, mint az enyém. Tudunk erre egy áment mondani? Amen. Az énekkar szolgálta következik is. Még hallgatjuk ezt az éneket, szeretném, hogy tudnánk magunkba engedni az Istennek, hogy mélyebbre vigye mindazt, amiben esetleg megszólított minket. Utána lesz majd arra lehetőség, hogy imába fogunk válaszolni az Istennek. Thank you.
Azt írta Rick Warren az egyik könyvében, Isten a hernyókat pillangókká változtatja, a homokot gyöngyé, a szenet gyémántá, csak idő és nyomás kell hozzá. Rajtad is dolgozik. Nem tudom, hogy érzed-e ezt az életedben, akár most, hogy az Isten dolgozik rajtad. Lehet, hogy eddig azt érezted, hogy annyi nyomás van rajtam, és hol van ilyenkor Isten? És lehet, hogy fel tudod ismerni azt, hogy pont dolgozik. És valamit tesz. A színfalak mögött, amit most még nem értesz. Előrefele éljük az életet, visszafele megértünk sok mindent. És majd lehetőségünk lesz arra, hogy válaszoljunk az Istennek imádságban. Előtte hadd osszak meg egy személyes történetet, ami nekem egy nagyon nagy segítség volt abban, hogy megértsem azt, ahogyan az Isten dolgozik. Akkor a kisfiam megszületett, és az első oltásra mentünk, nagyon-nagyon siettünk. Bennem csak az volt, hogy legyünk már túl rajta, annyi dolog van még ma, haladjunk. És úgy bejutottunk végre az orvoshoz, jött ugye a injekció 2 is, mondom, mi lesz itt. A kisfiam még csak mosolygott, nem fért a fehér ruhás néniktől, és ahogy az első szúrást megkapta, abban a pillanatban rám nézett. Elég messze voltam pedig tőle, és nyilván ordított, sírt nagyon. Nem az orvos nézte, nem a tűt nézte, engem nézett. Aztán jött a második tű, és ez még egyszer ugyanígy megtörtént, és életemben akkor láttam először az ő kicsin kis szemében azt, hogy csalódott bennem. Azt látja, hogy nagyon-nagyon fáj az, ami történik velem, az apukám meg ott áll és mosolyog. És nem bántja ezt a nénit, pedig bántatná, hagyja neki. És ahogy jöttünk ki az orvostól, én magamban gondolkodtam, engem nagyon megviselt. A fiam egy perc múlva már mosolygott és cumizott, de engem ez nagyon megviselt, hogy nem tudom neked elmagyarázni, fiam, hogy nem érted még azt, hogy ezt miért engedtem meg. És ahogy ezen küzdködtem, hogy én nem akarom, hogy csalódj bennem, én nem akarom azt, hogy de ilyen kicsi még a fejed meg az agyad, nem tudom elmondani neked. És hogy ezen gondolkodtam, az Isten nagyon-nagyon erősen megszólított egy egyszerű mondattal. Érted most már, hogy milyen lehet Istennek lenni? Amikor nem értik az emberek, hogy mit miért engedsz meg, és nem vagy azon a szinten, hogy elmagyaráz nekik. És látod a csalódást, hallod a sok kiáltást, hogy Isten, hol vagy, miért nem teszel semmit, és nem tudod még elmagyarázni. Lesz majd idő, mikor minden kérdés választ talál, de itt most még ez a föld nem az a hely. És hadd bátorítsalak arra, hogy legyen egy olyan bizalmad az Istenben, hogy ő egy olyan édesatya, aki tökéletes. Lehet, hogy jó édesapukád volt, lehet, hogy rossz emlékeid vannak, de bármilyen képed is van egy édesatyáról, ő egy tökéletes édesapa. Szeretném, hogy tudnánk most meghajtani mi fejünket, és így jönni most az Isten elé. És amit most teszünk, hogy imádkozunk, hogy válaszolunk az Istennek, ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Lehet, hogy soha nem imádkoztál már, még lehet, hogy úgy nőttél fel, hogy ez nagyon természetes volt neked. De hogyha megnézzük a Bibliában, hogy milyen egy jó ima, akkor nem hosszú-hosszú lejegyzett dolgokat fogunk találni, hanem nagyon egyszerű alapelveket, amiket Jézus mondott. Azt mondta, hogy a farizeusok úgy imádkoznak, hogy mennek maguk előtt hangosan, mindenki lássa szép nagy körmondatokkal, és azt mondja Jézus, hogy megkapják a jutalmukat. De Jézus azt mondja, amikor te imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba, és az Isten imádkoz, és aki látja, amit te titkon teszel, ő majd meg fog téged jutalmazni ezért. Beszél Jézus arról, hogy két ember megy fel imádkozni, az egyik egy önigazult ember, aki hálát ad, hogy nem vagyok olyan nyomorult, mint ott le, az a lecsúszott ember. A másik ember fel sem meri a szemét emelni az égre, csak a mellét veri, hogy irgalmazd nekem bűnös embernek. Jézus azt mondja, hogy ez az utóbbi ment az a megigazulva. Azért mondom csak ezt el, hogy imádkozni nagyon egyszerű dolog. Amit van a szívedben, azt őszintén elmondod az Istennek. És erre szeretnélek most bátorítani, hogy ahogy meghajtjuk a fejünket, én fogom most ezt hangosan vezetni, de kérlek arra, hogy magadban, vagy akár ott van a készülék előtt, szólítsd meg az Istent, és mondd el azt, ami itt van benned, amiben megérintett, amiben válaszolni szeretnél most neki. Imádkozzunk. Isten, én hálát adok neked azért, hogy te vagy az a szőlőtő, ami életet ad. Isten, köszönöm azt, hogy benned vagyunk, akkor pesdül az élet, és lüktetés van.
Uram, bocsáss meg nekem is azt, amikor olyan sokszor elveszítettem a veled való kapcsolat fontosságát, a sok-sok tennivaló miatt, a sok-sok fontos elintézni való dolog miatt, amiket már nem is emlékszek, hogy mik voltak. Istenem, köszönöm azt, hogy újra és újra felnyitod a szemünket arra, hogy Te vagy az Isten. Te vagy a vagyoknak az Istene. Te vagy a létezés. Minden rólad szól, és minden tőled indult, és minden nálad ér véget. Istenem, hálát adok azért, hogy annyira szeretsz minket, hogy az életedet adtad. És köszönöm azt, hogy megengeded azt, hogy megszólítsunk téged, hogy nem egy távol Isten vagy, valamik felhő tetején ülve, hanem Te közel jöttél hozzánk. Köszönöm azt, hogy ha ma valaki hozzád kiált, akárcsak egyszerűen a szívébe, hogy könyörülj rajtam, Istenem, mert Te belépsz az életébe. Köszönöm, Atyám, hogy ha valaki eléd hozom a bűneit, akkor Te megtisztítod azt az embert, és újjáteszed. És köszönöm azt, Istenem, hogyha ma valaki eléd jön, és a fájdalmát, a krízisét önti eléd, akkor Te válaszolsz neki, és csak annyit kérsz, hogy bízz bennem, gyermekem. Mert minden a javadra van, hogy engem szeretsz. Köszönöm, Istenem, neked ezt a kegyelmet. Hálát adok azért, hogy egy ilyen csodálatos Isten vagy. És köszönöm azt, hogy Te válaszolsz az imáinkra. Köszönöm, hogy ma is válaszolsz nekünk, amikor hozzád kiáltunk, és amit őszintén, komolyan elmondunk neked, arra Te őszintén és komolyan fogsz válaszolni. Köszönöm, hogy ez igaz lesz holnap reggel is, életünk minden napján, minden percén. Hálát adunk ezért neked. És végezetül a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek a szeretete, és a Szentléleknek a közössége legyen, és maradjon velünk. Amen. Azt kívánom, hogy ebbe tudjunk előrébb menni az Istennek az ismeretében. Innen fogjuk folytatni jövő héten, itt a gyülekezetben. A záróinak, amit énekelni fogunk, pedig arról szól, hogy a szívemet átadom most én neked, Istenem. Énekeljük fennállva ezt az éneket.